A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara adott koncertet a Magyar Kultúra Napján a Gyulai Vigadóban. Ennek az eseménynek a beszámolójával kezdjük a mai műsort. Ezután a megújuló várkiállítás leglátványosabb elemeit mutatjuk be. Kedvenc könyvét ezúttal Bújdosó Zoé és Mikja Zsófia mutatja be. A folytatásban a Gyulai Művészklub Madách Imrével foglalkozó estjéről számolunk be, majd Sólyom Katerina kiállításáról láthatnak összefoglalót. Beethoven István királynyitányával kezdődött az ünnepi koncert a Magyar Kultúra Napján a Gyulai Vigadóban. Az Operaház muzsikusaiból álló Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarát Medvecki Ádám vezényelte. Ezután Görgényi Ernő polgármester mondott beszédet, melyben kitért a város és a kultúra több évszázados, el nem választható kapcsolatára és az utóbbi évek kulturális vívmányaira. A kultúra magyar városában nagy szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat Magyar Kultúra Napja alkalmából. És megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Gyulaváros polgárai nevében Medvecki Ádám Kossuth Díjas karmester és a Budapesti Filharmóniát. Megtisztelő számunkra, hogy az önök művészetén keresztül élvezhetjük a mai napon ezt a jelentős ünnepet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam egy olyan zeneszerző gondolatát, amely Bónis Ferenc tanár úr, az Erkel Társaság egykori elnökének véleménye szerint városunk legnagyobb szülőkének, Erkel Ferenc életművének leghitelesebb folytatója volt, Kodály Zoltán gondolata. Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedé újra meg újra meg nem szerzi magának. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, minden generációnak fontos feladata tehát, hogy ne csak ápolja, hanem tovább is építse őség kultúráját. Viszont ez a küldetés úgy tűnik talán még nehezebb manapság, mint valaha. A tömegkultúra mai napig tartó térnyerése még valamikor az 1800-as években az ipari társadalmak megjelenésével kezdődött.
Ekkor kezdtek előtérbe kerülni az azonnal dekódolható, gyorsan fogyasztható kulturális termékek, melyek terjedését még inkább felgyorsította a 20. században a tömegkommunikációs eszközök használata. A folyamatot az utóbbi évtizedek digitális forradalma teljesítette ki. Az internetnek leginkább a szeretve gyűlölt, vagy gyűlölve szeretett közösségi médiának köszönhetően ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen tartalmak lepték el az életünket, mint egy maguk alá temetve sokszor a kultúra valódi értékeit. A villámgyorsan terjedő, olykor pontatlan, máskor teljesen félrevezető és hamis információk áradatában hatalmas zajból kell kiszűrjük, hogy mi az, ami valóban méltó a figyelemre, mi az, aminek valóban van köze a Bartók értelemben vett tiszta forráshoz. Látszólag sötét tehát a kép, de mint oly sokszor, ezúttal sem fekete-fehér a helyzet. A minőség és az érték ugyanis, hölgyeim és uraim, időtálló. A minőség és az érték nem tűnnek el könnyen, a választék pedig minden korábbinál nagyobb, ahogyan a kultúra fogyasztó személyes felelősség is. Mondhatnánk, magunknak kell elválasztani az ocsút a lózától. Önkormányzatnak, amennyiben felelősen a város érdekeit szem előtt tartva működik, segítenie kell a polgárokat abban, hogy megtalálhassák a valódi értékeket, és segíteni kell az alkotások gyarapítását is. Ha pedig innen közelítjük meg a kérdést, akkor a korábbiakban említett folyamatok még a kultúra hasznára is válhatnak, hiszen jó ügy érdekében is használhatjuk a mai eszközöket. Ha meg akarjuk őrizni, amit elődeink ránk hagytak, ha meg akarjuk óvni és tovább akarjuk éltetni azt, ami igazán fontos, akkor minden lehetséges eszközt meg kell adni. Ráadásul nem szabad csupán egy-egy részletre fókuszálnunk, hanem a teljes kép kell, hogy a szemünk előtt legyen. A kultúra ugyanis sokkal több egyedi alkotások összességénél. Ahogyan azt Gabriel García Márquez gyönyörűen fogalmazta meg, a kultúra minden alkotó tevékenység összegző ereje, az emberi értelem társadalmi hasznosítása. De, hölgyeim és uraim, milyen eszközeink vannak, és milyen konkrét cselekvéseket tudunk tenni közösségként a gyulai kultúra érdekében? Támogathatjuk értékes, a városhoz köthető alkotások megszületését, ahogyan tettük ezt többek között Ambrus Lajos várostérkép, vagy Újkéri Csaba Sólyom a viharban című kötete esetében. Hozzájárulhatunk a tehetséges fiatalok kiteljesedéséhez. Pontosan ezért hívtuk életre az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjat, melyet első alkalommal éppen egy esztendeje a Magyar Kultúra Nap ünnepség alkalmával adhattam át. Azóta pedig minden évben Erkel Ferenc születésnapját november 7-én adjuk át. És segíthetünk a helyi kulturális civil szervezeteknek, amire jó példa az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Agora programja, melynek köszönhetően olyan a gyulai kulturális életben nagy jelentőséggel bíró, de a város határain is túlmutató értékeket megjelenítő csoportok számára megfelelő körülményeket teremteni, mint például az Erkel Ferenc Vegyes Kar. Dolgozhatunk azon, hogy jobban bevonjuk a helyi fiatalokat a kultúrateremtésbe, ahogyan ez történt a Toldi film, vagy az Edő újraépítés esetében. Megóvhatjuk és méltóbbá tehetjük az emlékezés szintereit. Ezért tettük rendbe a gyulai hadisírokat és az izraelita temetőt a történelmi egyházakkal együttműködve, és ezért támogattuk Erkel Ferenc szobrának felállítását a Várfürdőben, amely Magyarország első vidéki egész alakos Erkel Ferencet ábrázoló műalkotása. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy egy kicsit visszakanyarodja a gondolatmenetem kiinduló pontjához, egyre inkább kihasználhatjuk a digitális kor vívmányait, amelyek nélkül az almási kastély sem kerülhetett volna be Európa 40 legjobb kiállítója közé, és ugyanebben a szellemben folyik a munka a kis kastély kialakítása, felújítása során is. De említhetném a Várszínház új mobil színpadát, melyet az idén vásárolunk meg, amely harmadannyi idő alatt épül majd fel, mint az eddig használt, sokkal kevésbé korlátozva ezáltal a várbeli kiállítóterek használatát. És ha már a várnál tartunk, szót kell ejtsek a Kubinyi program keretében a gyulai önkormányzat által elnyert 10 millió forintos támogatásból megvalósuló diorámára is.
Ez a 3x1,5 méteres mokett az 1566-os ostrom heteinek idejére viszi vissza a látogatókat, fényfestéssel, hangeffektekkel és kisebb animációkkal téve még életszerűbbé az élményt. Az újítás része egy úgynevezett kiterjesztett valóság installáció, amely a jelenlegi rendezvénytér és a szemben lévő almásikosti látványát egészíti ki a 16. századi huszárvárról, valamint az azt körülvevő palánkfalokról készült grafikával. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a múlt év és az idei esztendő is izgalmasnak ígérkezik. Hiszen két fontos városokhoz is köthető jubileumot ünnepelhetünk majd meg. Zrínyi Miklós születésének 400., illetve Simonyi Imre születésének 100. évfordulóját. És leleplezhetjük majd Gyula legújabb köztéri műalkotását is, mely húsiparunk legendás alakjának, Stéber Andrásnak állít majd emléket. A felsorolásból is látszik. Számtalan módja van annak, hogy erősítsük a helyi kultúrát, de az is fontos, hogy ezt egyrészt keretbe foglaljuk, másrészt pedig megfelelő módon meg is tudjuk másoknak mutatni. Éppen ezért idén nagy munkába kezdünk. Európai színvonalon újítjuk meg Gyula város arculatát, hogy mindenki számára egyértelmű legyen. Gyula a kultúra magyar városa. A program ezután Erkel Hunyadi Lászlójának nyitányával folytatódott. Ez során a 20 éve elhunyt Farkas Ferenc Bihari Román Táncok című művét a zenekar Vargáné Menyhár Zsuzsanna fuvala játékával mutatta be. Végén az Erkel Ferenc által alapított zenekar adta elő a himnusz eredeti, Erkel által írt verzióját, melyet a gyulai közönség énekelt.
Éppen itt az úgynevezett szép szóval így is nélkül a rendezvénytér, erről a részről beszélünk. Ez a téglavárat körülvevő palánk erődítés, ugye a ötszögletű bástyáknak a részlete, illetve az ettől a mai kastély irányában elterülő Huszárvárnak a határán helyezkedik el ez a terület. Ezekből a bástyákból gyakorlatilag semmi sincs meg, viszont a helyét az ásatásokkal sikerült megtalálni, úgyhogy pont az a bástya szakasz, az a érdekes kettős bástya szakasz, ami előttünk látható, az a néhány évvel ezelőtt lebontott Dürer teremnek a hátsó részénél volt, illetve annak a szakasznak a két bástya között részét, azt pedig a rondellától a Kossuth utca irányába vezető kis sétány mellett sikerült meglenni és pontosan kiszerkeszteni, tehát pont ez a rész, ez szinte teljesen hiteles és valóban így nézhetett ki. Hétfőn hivatalosan is átadják a Gyulai Vár kiállításának megújult elemeit. Nem túlzás azt állítani, hogy a leglátványosabbra ez a dioráma, vagyis a múzeumi makett sikerült, melynek hátteréről Liska András történészt kérdeztük. A terepesztal alapja egy digitális rekonstrukció, egy olyan háromdimenziós modell, ami egy egészen hosszú alkotói folyamatnak az eredménye. Igazából, amikor a digitális modell elkészült, akkor jöttünk rá, hogy ez nyilván hiteles, a tudományos kutatások alapján elkészült modellt készítettek el, erről van szó, de menet közben jöttünk rá arra, hogy ennek van egyfajta visszahatása is a kutatásra, hiszen számos is olyan eleme van, például a Huszárvárnak a tornya, a téglavár kaputornyának a tetőszerkezete, de akár a palánk erődítéseknek a kialakítása, illetve szerkezete is, amit az ásatási vagy az írásos források alapján kialakult elképzelések szerint készítettek el a modell alkotói. Ám amikor ezek elkészültek és láttuk, hogy hogy is néz ki valójában, illetve a mögöttem lévő terepasztalon szinte kézzelfoghatóan lehet érzékelni, hogy hogyan is néztek ki az erődítéseknek ezek az elemei, ez bizony visszahat a kutatás is egyfajta újabb inspirációt ad, hogy ez valóban így nézett ki, esetleg egy másik megoldás is elképzelhető, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes oda-vissza hatása a tudományos kutatásnak, illetve a nagy közönség számára elkészült rekonstrukciónak. Tehát az a fajta úgynevezett úszótető, ami jelenleg a vártornyán látható, az nem történeti rekonstrukció alapján készült, de mindenki ezt szokta meg, hiszen egy csomó cégeknek a logóján is ez a tető szerepel, viszont szinte biztos, hogy a 16. században, az ostrom idején egy ennél sokkal archaikusabb tetőszerkezet volt elképzelhető. Nyilván forrásunk nincsen róla, hiszen az egyetlen hiteles ábrázolás, ami ebből az időszakból származik, Matthias Zündnek a metszete, hát azon éppen nem azonosítható, hogy milyen tetőszerkezet lehetett rajta, de olyan tudósok vettek részt ennek a háromdimenziós modellnek a megalkotásában, olyan szakértők, akiknek a javaslatai alapján döntöttünk úgy, hogy egyébként más váraknál jól dokumentálható ez a bizonyos csúcsos süveg, ami a tornyot fedi, hát ez lehetett az egyik lehetséges megoldás, ezért került rá ez a változat. Kastély felől szemléljük a várat, akkor a vár kastély felőli homlokzatának a középvonalán igazából még a mai napig lehet látni azt a vakolat réteget, amin itt-ott azért még a meszelésnek a nyoma is látható. Ráadásul írásos adatunk van róla, hogy fehér várnak, fehér színű várnak apostrofálták a Gyulai várat, tehát ez szinte biztos, hogy nem ezt a úgy szintén általunk megszokott téglatextúrát mutatta kifelé, hanem egy fehér vakolt épületről volt szó, ami már Maróti János idejében is így nézhetett ki, és hát nyilván a Maróti féle építkezéstől az 1566-ig
eltelt időszak alatt ez a vakolt, meszelt felület azért valamilyen szinten már elavult, hiszen akkor már egy több mint 150 éves épületről volt szó. Ezért a modellen, illetve a diorámán is egy ilyen nem teljesen tökéletes állapotú vakolatot sikerült megjeleníteni. Ennek a fehér vakolatnak inkább praktikus vagy esztétikai okai voltak? A vár alapvetően nem hadi szempontok alapján épült a 15. században, hanem a Maróti családnak a birtok központjaként, úgyhogy ez igazából a várnak a külcsínyéhez tartozott hozzá, hiszen hogyha ez egy alapvetően mondjuk a ellenséges csapatok elleni, vagy ellenséges csapatokat visszaverő építményként épült volna, akkor lehet, hogy nem ezt a fehér színt választják, de mivel eredetileg ez nem egy hadi létesítmény volt, ezért egy épületnek a külső homologzatát mindenképpen valójában szépen kellett megjeleníteni, ezért volt a vakolt és fehérre meszelt felület. Az úgynevezett ágyúdomb minden ábrázoláson rajta van a 16. századtól kezdve, a török korban is nyilván megvolt. Ez egyébként nagyjából a mai wellness, a várfürdő mai wellness részlegének a területén lehetett. Ez egy egészen nagyméretű földből és hát nyilván palánk szerkezettel épült ágyúdomb volt, ami a várnak a dél-nyugati részét volt hivatott védeni. Erről az ágyúdombról, az ott elhelyezett viszonylag nagyobb hatótávolságú ágyúkkal lehetett lőni azokat az ellenséges állásokat, akik egyébként a palánkfalaknak, illetve a palánkszerkezetű bástyáknak az ostromára készültek. Mielőtt rátérnénk arra, hogyan készültek a makettek, nézzük meg a fejlesztés egy másik elemét. A kastély felé néző falon egy olyan puskát, pontosabban egy olyan másolatot helyeztek el, mely segít abban, hogy élvezzük a 16. századi panorámát. A kiállításnak ez az új eleme azt mutatja, hogy ha annak idején egy várvédő kinézett ezen az ablakon, a Huszárvár irányába, akkor mit láthatott. És körbe is tudunk nézni puska mozgatásával, meg tudjuk mutatni, hogy hogyan is nézhetett ki a 16. században a Gyulai vár. A vár ezen ablakából, abban az irányba, déli irányba tekintve. És akkor térjünk vissza a diorámához. A maketteket egy rudinos társaság készítette, de bizonyos részek nekik is feladták a leckét. Tehát már maga az, hogy egy ekkora maketten ilyen részletességgel kell megmutatnunk olyan dolgokat, amik meglehetősen szokatlanok. Tehát egy vár lerombolása, ez nem egy megszokott makettező feladat. Általában precíz építészeti maketteket készítünk, tehát az első kihívás az volt, hogy ezt hogyan tudjuk úgy megmutatni, hogy a mese az megelevenedjen, illetve a történelem megelevenedjen ezen a maketten. Tehát a rombolásokat, az első teszteket ezzel kezdtük el, mert eddig megszokott anyagok, azok nem voltak alkalmasak ennek a makettnek az felépítésére, hanem olyanokat kellett keresnünk, amin a rombolásnyomok valósághűnek tűnnek, jól látszódnak, elhihetőek. És hát utána ugye ennek még a technológiai, azt az anyagot mással kell festenünk, tehát hogy egy ilyen láncreakció volt itt, erre ment elég sok időnk az elején. Ez egy speciális szerkezet, ami akkor nagyon hatékony volt abban a korban, ez a rőzse földdel feltöltve. Tehát egyfajta fa, föld, valamit kellett megmutatnunk, amit nyilván a fantázia mutatja, tehát hogy ez hogy néz ki, hogyha mondjuk ezt kőgolyókkal, vasgolyókkal lövjük, hogy ez hogy néz ki, illetve a felgyújtják. És ez volt a feladat, hogy ezt először egyáltalán lássuk fejbe, keressünk erre esetleg erre példákat, és akkor utána mutassuk meg ezen a maketten, hogy ez hogy mutat. Szerintem ez lett a legérdekesebb része, hogy valóban ezen milyen rombolás kellett végrehajtaniuk, hogy be tudjanak jutni magára a vár területére. Többféle műanyagot használunk. Itt ugye a várfalakhoz egy építészeti habot találtunk a végén, amit tudtunk megfelelő vegyszerekkel, kezelési eljárással rombolni. Nem volt mindegy, hogy milyen sűrűségű, tehát ugye be volt pár körünk. Maga az anyag ilyen szempontból viszonylag egyszerű, tehát a kísérletezés az nem került csillagászati összegbe, de mire megtaláltuk, arra elég sok időnk elment. Hát akármilyen is hihetetlen, de először egy nagyon precíz kedes rajzot készítünk az egészről. Ugye megfelelő eszközökkel, CNC vezérelt gépekkel ezt kivágjuk, és utána jön a kézi munka része. Amikor az illesztések, ugye ekkora tárgyak nem nagyon férnek be általában egy CNC-be,
olyan precizitása, ami nekünk kell. Tehát darabokból készülnek, ezeknek az összeillesztése történik, utána felületkezelés, festés, öregítés, tehát egy nagyon finom, precíz, manuális részsel egészül ki a számítógépes rész. A figuráknál az volt a trükk, hogy a maketnek a léptéke az egy ilyen vasútmodell léptékhez igazodik, és ebben a léptékben lehet kapni embereket. És gyakorlatilag mi egy utazóközönség figura készletet alakítottunk át különböző csonkolásokkal és kisebb kézláb törésekkel, hogy valami fajta menekülő. Ugye azt mutatjuk meg, amikor a törökök betörnek, a magyar védők pedig mondjuk így visszahúzódnak a várba. Tehát ehhez igazítottuk át a figurákat, kicsit az arányaikon, ugye az akkori kor ember alacsonyabb volt, mint a mai. De például a szoknyás hölgyekből nagyon remek török támadók lettek, kis lábrövidítéssel és egy-két testrész átalakításával. Kicsit élveztük a dolgot, úgyhogy... De mondjuk ágyút biztos nem lehet kapni a súti makettekhez. Ez így van. Tehát az ágyú egy része az teljes kézi munka, tehát a nulláról kellett nekünk felépíteni, és így darabokból összerakni, tehát esztergáltatni. Az egy jó kis macerás történet, mert ezek nem kész dolgok. Tehát ezeket elképzeljük, kitaláljuk és megkeressük hozzá a szakembert. Nem tudunk mindent mi megcsinálni. Ezek olyan speciális dolgok néha, amihez tényleg egy olyan ember kell, aki csak ezzel foglalkozik, és annak a területnek a profia. A vár kiállításának megújítása régóta tervben van, és kisebb lépésekben folyamatosan zajlik. A vár esetében egy 2005-ös, tehát most már 15 esztendős kiállításról beszéltünk, és ez azért szükségesítette azt, hogy egy picit frissítsünk az itt látható tárlaton. Az volt a célunk, hogy a kastélyhoz hasonló interaktivitás jelenjen meg itt a várban is, és mivel azért a gyulai vár történetének legfontosabb része az 1566-os ostrom, hiszen ugye egy háromnapos rendezvény is tulajdonképpen erre épül itt a városban, ezért gondoltuk azt, hogy az eddiginél nagyobb hangsúlyt szeretnénk adni ennek a történelmi eseménynek, tehát ez az ostrom kap nagyobb megjelenési lehetőséget most már itt a várban is. A dioráma is erről szól, ahogy 1566 nyarán az oszmán hadsereg áttörve a huszárvár egy szakaszát betört tulajdonképpen, vagy huszárvárat védő palánkfal egy részét betört a huszárvárba, ezzel visszavonulásra, a belső várra vonulásra késztette a váratvédő keresztény seregeket. Azt gondolom, hogy egyedülálló kiállítási elemet sikerül bemutatnunk. Ugye az almási kastély kapcsán azért nem egy esetben elhangzik az, hogy az országban egyedülálló kiállítással rendelkezünk. Ez az elem is itt a várban mindenképpen egyedinek mondható, azt gondolom. Egyfelől a mérete miatt nem tudok olyan méretű, ez egy 1,5-3 méteres makett, nem tudok olyan méretű maketről, amely hasonló léptékben tudna bemutatni egy egykori történelmi épületet, de maga az élményelem, amely kiegészíti ezt a makettet, amely tulajdonképpen diorámává, tehát egy ilyen multimédiás, multifunkciós eszközé fejleszti vagy bővíti ezt a makettet, ez mindenféleképpen azt gondolom, hogy egyedinek és unikálisnak mondható ma Magyarországon. Mi Balázsi Pannától a Szandra és a harmadik békateteit hoztuk nektek. Eredetileg erre a könyvsorozatra Zsófi talált rá, és az anyukám elkérte, hogy megnézhesse, és azt mondta, ez szerinte nekem is tetszene. Kölcsön kaptuk, és nekem annyira tetszett, hogy másfél nap alatt ki is olvastam az első könyvet. Ezeknek a könyveknek a főszereplője Szentesi Szandra, aki harmadik B-osztályos.
Nekem a kedvenc részem a Gázban című fejezet, és ez arról szól, hogy Szandráék írtak dolgozatot, a tanárnéniük kiavította, és a tanári asztalon hagyta. Másnap reggel, mikor még nem érkezett meg senki, Marci és Jakab bementek az osztályba, hogy megnézzék, milyen dolgozatokat írtak. Nekik elég rosszul sikerült. Ezért úgy határozták el, hogy az összes dolgozatot lehúzzák a fiú vécén. Szerintetek eldugult a fiú vécé? Kaptak ezért büntetést? Az én kedvenc fejezetem az Úr. Ez Szandrának a 10. születésnapjára szól. Kora reggel a kedvenc ételével ébresztették. Később kimentek a strandra. Nagyon jól érezték magukat. Délután a barátnői is felköszöntötték. Jót bújócskáztak. Vajon Szandra olyan ajándékot kapott, ami szeretett volna? Lett kalamajka a bulián? Milyen volt a tortája? Ha meg szeretnétek tudni a kérdéseinkre a válaszokat, olvassátok el a könyveket. Nekünk azért tetszett, mert izgalmas, kalandos, de egyben vicces. Mi azoknak a lányoknak ajánljuk, akik meg szeretnék tudni, hogy Szandrának milyen egy-egy napja. Ha el szeretnétek olvasni a következő 5 részt is, mi bátran ajánljuk. Onnan tudjátok, hogy melyik hanyadik rész, hogy a könyvek gerincére rá van írva. És jobb, hogyha sorrendben olvassátok, mert egymáshoz kötődnek a könyvek. Jó olvasást! Osztálydíszemet követelem! Legyen, amint kívánod. Tekints a földre, édenfáj közt e 2 sudarfát a kellő közepén megátkozom, aztán tiéd legyen. Fukar kezekkel mérsz? De hisz, nagy úr vagy. Egy talpalatnyi föld nekem elég, hol a tagadás lábát megveti. Világodat meg fogja dönteni. Színházi etűdökkel hangolódhatott a könyvtár közönsége a Gyulai Művészklub soron következő programjára, melynek fókuszában ezúttal Madách Imre és főműve az ember tragédiája állt. Az eseményen egy zenés előadás mellett 2 mini kabarét láthattak a nézők. A programot 2 ismeretterjesztő előadás színesítette, Fodor György és Dávid Péter jóvoltából. Azért gondoltuk ezt a művészklubba, hiszen most van neki születésnapja, most körül, úgyhogy így gondoltuk, hogy ő lesz a téma. Én az lesz az előadásom címe, hogy tragédia a zűrben, azért mert hogy az ember tragédiájának az űr színét fogom boncolgatni, az egy központi szín a tragédia, mert ezt fogom bizonyítani. Az űrszínről, amit én előadok, azt sokkal felületesebben szoktuk mi megbeszélni, úgyhogy ez itt egy erősebb elemzés lesz most. És miért pont ez egy ilyen központi eleme a tragédiának, ez az űr? Hát egyrészt azért, mert rövid szín, nem azért, mert meg a Éva sem szerepel benne, nincs benne nő, úgyhogy lehet szotyolázva meccset nézni, nem azért. Azért, mert itt jön rá Ádám, hogy ő nem egy isteni létező. Ő úgy gondolja, hogy neki van valahol rokon az égben, afelé próbál törni, de kiderül, hogy voltaképpen a földhöz tartozik. És hogy ezért is ember tragédiája, hogy az ember nem tud kilépni a saját köréből, nem tud valamilyen szellemi létező vagy isteni lény lenni, hanem ember. Hát nagyon jó próbálkozások születtek, például a animációs film az remek szerintem, az egy nagyon jó kísérlet, bár ott ugye eléggé megvágták a szöveget, de hát az muszáj volt. Ilyenekkel például lehet. Vagy van, aki egyébként nagyon rákattan a tragédiára a gimnazisták közül, úgyhogy ez nem annyira gond. Hát a nyelvezet az régi és nehéz, de van, aki ezt szereti, úgyhogy jó, Madách az jó. Minden szint górcső alá veszek, és azt próbálom megmutatni, hogy valójában az eredeti cím szerint ez az ördög komédiája lett volna. Szonták Pálnak legalábbis még ezt írta, aztán Arany Jánosnak címzett levelében is van egy olyan rész, amely szerint, hogyha Arany nem nézte volna meg, akkor valószínű, hogy Ádám a purgatóriumba sínlődne, és ott égne tovább. Ezt írta Madách, és kíváncsi voltam, hogy na mi van, hogyha Lucifer a győztes, és Lucifer az, aki az egészet mozgatja, az összes szán az övé, erre tekintek ki, és ebben a környezetben vizsgálok szövegegységeket a műben. És
például milyen szövegegységek kerülnek elő? Minden egyes színből kerül a komédiával kapcsolatos, vagy az ördöggel kapcsolatos egy-egy olyan kifejezés vagy sor, ami bebizonyítja, hogy valójában mindenhol ott van Lucifernek a keze, és igen messzire nyúlik. És ha újra értelmezzük az egész tragédiát, akkor lehet, hogy mégiscsak Lucifer a végső győztes. Én mindig elmondom, hogy érdemes a másik oldalra is megközelíteni, mint ahogy mindig két oldala van az éremnek. Ha az Istenből indulunk ki, akkor az is egyfajta keresztény értelmezés, de mindig ott van az ellenpont, és igazából magát az embert, azt mindig az ellenpont, az ördögnek a komédiázása mozgatja. Ha úgy értelmezzük, hogy Lucifer a győztes, akkor az ember lehet, hogy feladja, de van egy olyan isteni természete, hogy mindig kérdez, viszont ezeknek a kérdéseknek a megoldása az mindig az ördög kezében van. Este nyitották meg a Körülöttünk színes város elnevezésű kiállítást a Magyarósi János Városi Könyvtár előadó termében. Sólyom Katerina 29 realisztikus akvarell képén olyan városok elevenednek meg, mint Nagyvárad, Budapest, Róma vagy Párizs. Mindig a pillanat ihleti, tehát hogyha járok valahol, akkor mindig észreveszek egy-egy különleges pillanatot, és azt próbálom kvázi magamnak visszaidézni. Később a papíron. Úgyhogy ez a választás nincs tudatos választás. A mai korban ugye már könnyű dolga van az embernek, mert készít egy fényképet, tehát én inkább ezt szeretem, mert el tudok mérni. Tehát nagyon sok fényképet csinálok, és mindig abból választok egyet, hogy mit szeretnék. Egyébként lámpalázos vagyok, és félnék attól, hogy megnézik, hogy éppen mit csinálok, úgyhogy én azért is választottam inkább a fotót, és azzal alkotok. Ez nem egy spontán műfaj, tehát ez nem egy absztrakt, bár azzal is próbálkozom mostanában, de nem kifejezettem. Emlékezetből nem festek. Hát én az Ildikónak legjobban tetsző képet emelném ki, ami Nagyváradnak a Szent László terét ábrázolja, egy elég furcsa perspektívából, és ez azért került kiválasztásra, ő azt mondta legalábbis, hogy nagyon aprólékos munka van rajta, és tényleg az ember, mintha önmaga benne részt az utazásban, ugye, mert hát utazásról beszélünk most többek között, és hát ezért ezt szerettem volna kiemelni. Hát igen, az ember manapság ugye mindenhol, itt Gyulán is gondolom, megfigyelhető a fejlődés, tehát hogy mennyire szépülnek a régi épületek, és azért hát most Budapestre vonatkoztatnék vissza egy pillanatra, hogy azért rettentő, robbanásszerű a város fejlődése. Úgyhogy hát Váradon is azért rácsodálkozunk, igen, hát a 80-as évekhez képest nem lehet összehasonlítani ugye az állapotokat, bár most azért turkálnak rendesen, úgyhogy valószínűleg azt szépen meg fogják csinálni, és újra szép lesz a város. Az elképzelés úgy született meg, hogy a művésznő nagyváradi születésű, és jelenleg Budapesten él, és én gyerekkoromban ismertem őt meg, és megláttam a képeit. És amikor megláttam a képét, a Nagyváradi Színházról láttam meg egy olyan festményt, egy olyan alkotást, hogy azt hittem, hogy Nagyváradon vagyok, és a színház előtt állok, és teljességében az egész képlet valóság. És annyira tehetséges a Kata, Sólyom Katerina, aki egyébként a 80-as években tanult képzőművészetet Nagyváradon, majd a 90-es években került Budapestre, azóta is ott él. Gyakorlatilag meg kell súgnom, ő egy közgazdász, és ez azért fontos ebből a szempontból, mert nagyon tehetséges, különlegesek az alkotásai. Ő a realitást képviseli, ha egy városrészt meglát, az teljes mértékben úgy tudja a képekben megjeleníteni, mintha élőben ott lennénk abban a városban. Amúgy nagyon sok fotót, vagyis képet látunk, itt festményt látunk, amely 29 festmény,
több ország város részleteit mutatja be, Olaszországot, Franciaországot, Magyarországot, Romániát, Izraelt, Dániát és Szlovéniát, tehát több országban járt, és ha beleszeretett egy város részletben, vagy egy épületben, vagy egy udvar részletben, akkor ez teljes élő valóságában le tudta festeni. Egyébként grafikát is tanult, és innen jön a különleges térlátása, mert a képek nem csak hogy gyönyörűek színösszeállításban, és szinte élnek, olyan színesek, hanem a térérzék, a grafikai összhang is tökéletes bennük. Nagyon sok képet láthatunk Nagyvárad részleteiben, főtérről, központjáról, színházáról, Budapest város részleteit találhatjuk meg, Szentendrét, és a Dunapartot is megjeleníti a képeiben. Az alkotó a realista irányvonal mellett jelenleg az absztrakt ábrázolással is próbálkozik, árulta el. Megkértek rá, hogy készítsek egy képet, én nem festek absztraktot, és most azzal próbálkozom, úgyhogy nagyon izgalmas téma lett számomra most. Hát Várad mindig is egy örök kedvenc, Budapest is örök kedvenc, de olyan témát próbálok találni, mint például a pesti városfal, nem a budai, a pesti városfal, ami a városban gyakorlatilag nem látszik, hanem egy udvarban található, és az ilyen különlegességeket szeretném mindenkinek megmutatni talán. Tájképeket szoktam, még több tájképet készítek, most valahogy a város került előtérbe, én magam is megdöbbentem, hogy mennyi van, úgyhogy kitette egy kiállítás anyagát. Nagyon szeretek tájképet festeni, ezt a kettőt szoktam igazából váltogatni. Csendéleteket és portrékat is szoktam festeni, de talán a városképek a meghatározók a művészetben. Azért szeretem a változatosságot, tehát az egy kicsit unalmas lenne, hogyha mindig csak ugyanazt festi az ember, úgyhogy jó egy kicsit kilépni időnként a kedvencből is. Én tanultam és autodidakta módon, hát nem tudom, csinálom, és akkor remélem, hogy egyre jobb lesz. Tehát végül is tényleg az a fejlődésnek a kulcsa, hogy az ember ugye csinálja, mert régen azt mondták nekem mindig, hogy 50% a tehetség, 50% a szorgalom, úgyhogy inkább csak csinálom. Persze azért figyelek a többi művészre, tehát azért nagyon széles a spektrum, rengeteg művész van, és úgy tűnik Budapesten legalábbis, hogy fellendülőben van most a festészet, a művészet, mint olyan. A Bakelit Multi Art Centerben van most egy pályázat, mint ahogy minden évben 12 éve mindig megrendezik, és hát ott is két munkámat is beválasztották, úgyhogy most nem teszem be. A Montage Art galériában van most a kiállítás egyik része, úgyhogy ott is kiállítok. Én most a művésznőre bíztam, megkértem, hogy legyen a kiállítás, hogy csak városokról szóljon, és innen jött a cím, hogy körülöttünk színes város, és városrészleteket látunk több helyszínről, és amikor ide kerültek a képek, akkor döntésem szerint mind felkerült, mert csodálatosak, és nem kellett válogatni köztük.